Hiába a világgazdaságban várt válság, a kormány szerint a magyar gazdaság stabil, de így is másfélszeresére emelték a biztonsági tartalék összegét. A kormány most nyújtotta be a jövő évi költségvetés tervezetét. Az adórendszerben érdemi változások nem lesznek. Nő viszont a két gyermekesek adókedvezménye is jön a béremelés a közszférában. Varga Mihály szerint jövőre több jut majd az egészségügyre, az oktatásra és a kultúrára is. Csaba László a vendégem, jó estét kívánok! Köszönöm. Csak jó estét, mit lát ebből a tervezetből? Hát azt látom, hogyha elég egyértelműek a súlypontok, valakinek lett volna kételje afelől, hogy az állam számára mi a legfontosabb, hát önmaga, arra költ többet egy 2%-kal. Hát az ember mindig önmagát szereti a legjobban, de állam esetében nem biztos, hogy így jó. Emellett ugye a védelem, az adócsökkentéssel kapcsolatos gondolatok lekerültek a napirendről, adórendszer átalakítása, bevételek, rendszer egyszerűsítése, általában az a kisebb állam, én mindig nagy élvezettel hallgatom, amikor a társadalomtudós kollégák egy része neoliberálisnak tartja a Fidesz politikáját. Hát a jelszavak szintjén nagyon sok minden, már mondhatjuk azt is, hogy keresztény vagy kereszténydemokrata, de hát körülbelül, mint az a fajta kereszténység, ahol Ferenc pápa az első számú közellenség, olyan mértékben neoliberális a gazdaságban ez a politika. Európa egyik legnagyobb újra elosztását valósítja meg Magyarország, miközben ugye a jóléti rendszerben az 55,5%-kal költségvetésnek ott nincsen nagy átrendeződés, az egyenlőtlenségek nem csökkennek a gazdasági növekedés időszakában és a stabil árak időszakában sem, tehát nem tudjuk, hogy miért hozta olyan sok mindent az állam. Hát azért, mert szereti és láthatólag jól érzi magát ebben, hogy innen elveszünk, onnan oda teszünk. Ez minden hivatalnoknak az álma, akkor vagyok én fontos, hogyha én tudom megmondani, hogy önnek mennyi fog jutni. Mm. Jó, hát egyébként, hogy egy költségvetésben innen elveszünk, odaadunk, ez még elfogadható dolog, csak pont az a lényeg, hogy honnan veszünk el, tehát melyik újunkat harapjuk meg, és hova adunk. Tehát például szánunk-e sokkal, de sokkal többet az oktatásra? Szánunk-e többet az egészségügyre? Hát van ez a szerkezeti része is, de az első legfontosabb dolog az, hogy mekkora ez az állam. Ugye korábbi években a Fidesznek akkor mérvadó politikusai, mint Járai Zsigmond, mint Varga Mihály mostani pénzügyminiszter időről időre megfogalmazták, hogy hát persze nem lehet nekiesni ennek az állami újraelosztásnak úgy, mint régi időben némelyek, de azt meg lehetne csinálni, hogy évi 1,5%-kal lehetne csökkenteni az állami kiadások részarányát. Az most akkor pont annyi lenne, mint az OECD országok átlaga, és 10 ponttal kevesebb, mint amennyiről indultunk, ehhez képest ez még egy kicsit tovább is nőtt. Ez ugye azt jelenti, hogy nem nagyon maradt kint pénz az embereknél, már csak azért sem, mert ahogy a mostani költségvetésből láttuk, ugye 5% fölötti összeg az, ami adósságtörlesztésre megy, ezt minden család tudja, hogy amit adósságtörlesztésre fordítunk, azt nem tudunk felélni. És ennek következtében én azt gondolom, hogy ami az elmúlt két évben történt, tehát 17-18-ban, béremelésekben az egy rendkívül bátor lépéssorozat volt, mert ugye ennek a fedezetét a növekedés nem teremtette meg. Hogyha jelzőket keresünk a mostani költségvetési tervezetre, akkor ez milyen optimista, biztonságos vagy biztonságra törekvő, takarékos? Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül derülátó költségvetés, tehát ugye abból indult, hogy sok éven keresztül 4% fölött lesz a magyar gazdaságnak a növekedése. Ezt egyébként, ha a századék kutatóintézetet levesszük, senki nem osztja az elemzők között, se a Nemzeti Bank, se a Valuta Alap, se az Európai Bizottság, se a független kutatóintézetek itthon és külföldön. Azért, ha azt mondjuk, hogy most már körülbelül 45 ezer milliárd a bruttó hazai termék, azért abban már 1% is egy elég jelentős összeg, 1,5% az még inkább egy nagyon jelentős összeg. Tehát ennek, hogy mennyire optimista, van közvetlen jelentősége. Én úgy látom, hogy van egy hajlama meg nem termelt jövedelem újraelosztására. Jó, 17-re azt mondtuk... A meg nem termelt jövedelem újraelosztására? Igen. Tehát elveszik és odaadják valakinek, mintha meg lenne. Aztán, ha hiányzik, akkor kitalálunk valamit. Elveszünk máshol.
hát vagy adósságot, azt mindig lehet csinálni. Uh-huh. És hát most én azt gondolom, hogy ez az időszak kezdődik, megszűnik az Európai Uniós pénzeknek a beáramlása ilyen-olyan okokból. Főleg amiatt, mert ugye a kormányzat maga eldöntötte, hogy a teljes összeget 2018-ig lehívja és elkölti, akkor ugye azért az év második felében 19-20-ra már nem igen marad. Akkor, ha mégis el akarunk osztani egy kicsit többet annál, mint amennyi a jövedelem, akkor adósságot lehet csinálni erre pillanatnyilag, és még egy darabig a nemzetközi pénzpiac lehetőséget fog adni, hogy ez bölcs politika, hát aki már átélte egyszer, kétszer, három, négyszer, az nem gondolja, hogy ez így van, de azért ez a politikai irány. Mert milyen veszélye van? Hát az a veszélye van, hogy hát az eladósodás az viszonylag hamar eljut arra a pontra, hogy a külföldi piac elkezd aggódni, megugranak a kamatok, még többet kell adósságszolgálatra költeni, és kikényszerül egy olyan megszorítás, amiről soha senki nem beszélt. Na, ezt szokták a népek rosszul viselni. Megmondják, hogy nehéz idők vannak, most nincs béremelés, azzal mindenki együtt tud élni, de azt mondják, hogy minden negyed évben jelentősen megemeljük a béredet, majd utána nem történik semmi, sőt esetleg el is lesznek ilyen-olyan módon, általában közvetett módon, az föl szokta mérgesíteni a dolgozókat. Hát most az állami szféra béremelésre számíthat. Ez benne van a költségvetésben, én azt mondom, a fedezet nincs benne. Én azt de az mondom, állami szféra béremelésére sincs fedezet? Hát nincsen, mert ehhez kellene, hogy ez a lendületes növekedés ez fönnmaradjon, hogy a kedvező gazdasági feltételezések fönnmaradjanak, és hát azért csöndben mondom, hogy még mondjuk két évvel ezelőtt negatív volt az infláció, az idei évben már majdnem elérte a 3%-ot, az nem nagyon sok, de hát az euróövezetben levő 1% alatti mértékhez képest már igen, és ugye azt tudjuk, hogy ez nagyon hamar el tud szaladni. 4,1%-os GDP növekedéssel számol, ugye a költségvetés az egyébként tartható? Azt, hogy mondjam, az idei évben még tart a kegyelmi időszak, tehát negatív reálkamatok vannak, viszonylag alacsonyak az olajárak, viszonylag jól megy a nyugat-európai gazdaság, általában azt mondják, hogy 19-ben egy jelentős lassulás következik be, de 18-ban még nem. Tehát, de most pont az olajár az, ami azért elég bizonytalan, hogy milyen irányba fog haladni. Egyenlőre az látható, hogy az amerikai palagáz és olaj termeléssel, meg a szaudiak termelés növelésével inkább a túlkínálat irányában megy. Én nem gondolom, hogy tartósan magas szinten lenne. Most azért ilyen magas, mint amilyen, mert van egy nagyfokú bizonytalanság a világpolitikai tényezők miatt, Közel-Kelet, ugye az Észak-Koreával kapcsolatban még néhány héttel ezelőtt az atomháborúnak a veszélyéről beszéltek. És ez nem most ez már talán elhárult. Én is azt gondolom, hogy a világpolitika a legfontosabb feszültségpontjaiban megnyugvás következhet be, akkor azonnal lemegy az olajár, mert a piaci helyzet ezt a magas szintet nem indokolja. Már az inflációt említette, hogy a 15 milliárdtól kap többet az oktatás, hát ez akkor a jelenlegihez képest az inflációt sem fogja fedezni? Ez valóban így van, nem az oktatás az a terület, ahol az ember a költekezést látja, hanem mindenféle intézményekre, és hát nem utolsó sorban a védelmi kiadások jelentősen meg fogják haladni azt a 2%-os mértéket, amit 99-ben ígértünk a NATO-nak, de még soha nem tartottunk be. Most én nem pontosan látom, hogy mi az a fenyegetettség, hogy most a szlovénok indulnak meg, inkább vagy a szlovákok, esetleg Ausztriába lett olyan. Ez valaki kérte tőlünk, hogy mostan lehetne teljesíteni azt, amit vállaltunk? Minden amerikai hadügyminiszter és alelnök kötelességszerűen ezt, mint a elmondja minden évben, hogy most már elvárjuk, most már nem finanszírozzuk. Ez egyébként a németeknek szól, de hát mi magunkra vettük. Ez egyik ilyen pont, de hát mondom, a közigazgatásra való költés és sok minden ehhez hasonló is benne van, nem a jóléti kiadások azok, amelyek jelentősen elszállnak. Hát a családok kormánya a családokra olyan túl sokat nem tervez 19-ben. Ez igaz, ugye nehéz azt mondani, hogy ebben a dologban könnyű kézzel helyes osztogatni, mert ugye ezek jogosultságok, tehát most bármiről legyen szó, nyugdíjról, családi pótlékről, akármiről, azt egyszer megszavazzák, akkor azt jó esetben az idők végezetéig kell fizetni egymást követő kormányoknak. De hogy amblokk a családpolitikára kevesebb jut? Igen, mert hogy ugye a gondolat az, hogy hát a munka majd megteremti ennek a fedezetét, szerintem ez egy elég naív elképzelés.
hogyha ez egy optimista, derűlátó költségvetés, akkor miért emlegette Varga Mihály is, Orbán Viktor is köcsén a világpolitikára utalva, hogy azért itten lehetnek olyan dolgok, ami óvatosságra int? Hát azért, mert ugye a fékbe kell lépni. Ugye az idei évben is a bérek még 11%-kal nőttek, miközben ha igazak az előzetes számok, amit nem tudunk, akkor a jövedelem 4%-kal nőtt, majdnem háromszor olyan gyorsan nőnek a bérek, mint amennyire a jövedelem, ez nyilván nem fönntartható. Ugye azt nem lehet mondani, hogy elszámoltuk magunkat, meg most már vége a választási évnek, akkor kell valamit mondani. Régi időkben volt a cserearány romlás, de a világgazdaság az már egy 4 évtizede mindig megvan. Most ehhez jön a világpolitika. Ez lesz a magyarázata annak, hogy bele kell lépni a fékbe. Ez egyébként helyes. Én csöndben mondom, hogy a választási kampányt figyelve, ahova a miniszterelnök elment, mindenütt volt egy ígéret, hogy ezek kapnak, azok kapnak, tűzoltók, katonák, vadakat terelő juhászok, mind fognak kapni béremelést. És hát másik oldalról pedig ugye szó esett arról, hogy egy kulcsosra leviszik a személyi jövedelemadót, most ez a kettő együtt, ez már ilyen George W. Bush mértékű, ugye óriás deficitet hozott volna létre, ezt nem lehet megcsinálni. Hát marad az SZIA. És akkor így van az, hogy akkor az is már egy vívmány, hogy a adó az nem emelkedik, hanem azon a szinten marad, ahogy eddig volt. De a tartós tejáfája lehet. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!